16-án nagyon emlékszem, ugye ez a Nagy Imre újra temetésének a napja, és akkor ott az Orbán Viktor beszédre. Én akkor voltam végzős gimnazista, 89-90 volt az utolsó tanévem. Én akkor 16 éves voltam. 89-ről hát sok minden jut eszembe. A középiskola, a matchboxok. Tudom, hogy akkor még Amerika volt a minden, tehát akkor úgy tekintettünk Amerikára. Tehát ez az egész keleti blokknak a széthullása volt, amit azért mondjuk bizonyos szinten megelőzött a Gorbacsov-féle perestrojka. Perestrojka, igen, akkor voltam pont katona, amikor az perestrojka volt, és hát láttuk, hogy mit pakolnak össze az oroszok. Összetartozik ehhez ez a plakát, a tavárisi konyec, ugye hátulról ez az orosz fej, meg a padödő bye-bye Szása. Még nem konyec a tavárisi is, hát ez is benne van a csalódásokban. Ugye a tavárisi nem konyec. Nagyon kellemes emlékeim vannak 1989-ről, nagy remények, tüntetések. Hát nagyon kell gondolkodnom, hogy mi volt rendszerváltáskor. Azt tudom, hogy mindenki azt érezte, hogy egy kicsit szabadabbak leszünk. Nyilván, mint minden családot és minden akkori magyar ember természetesen foglalkoztat, hogy ezek voltak az embereknek a hétköznapjai. A szüleim, és elsősorban az anyukám azért éreztette, hogy ez valami fontos dolog, ami most zajlik, és amit aztán rendszerváltásnak neveztek, és a visszatérő mondata az volt, hogy akkor most a büdös komcsik végre elmennek. Csupa jó emlékem van. Akkor én nem gondoltam, hogy ebből más is lehet, mint valami jó irányba való indulás. Az, hogy rendszerváltás szinte nem is jelentett semmit. Mert annyira nem foglalkozott a politikával senki vidéken. Én olyanra emlékszem, miután apám főcserkész volt Keszthelyen, hogy például újra alakulhattak a civil szervezetek, újra pártok alakulhattak. Arra nem emlékszem, hogy akkor ilyen MSZMP-MSZP váltás az hogy volt. Mintha maradt volna MSZMP, de ez nekem nem, ezt így nem tudnám megmondani. Hát az SZDSZ-re emlékszem, természetesen tudjuk, merjük, tesszük. Hát az SZDSZ, ugye, hogy mennyire radikálisan, hogy is mondtak, hogy kommunista ellenes retorikája volt. Aztán 91-re kialakult az az érzete az embernek, hogy csak a személyek változtak, ha változtak, de az ügyhöz való hozzáállás az nem. Mindenki kicsit a maga pecsenyéjét sütögette, és 91-ben ott is hagytam a szabaddemokratákat. MDF, Fidesz. És nem tudom, hogy akkor volt-e már miép, talán még nem volt. De aztán, tehát a mi évnek a megjelenését is a rendszerváltáshoz kötöm. Még szociáldemokraták is voltak, még rájuk is emlékszem, hogy egy nő volt a párt alapítója, aki aztán borzalmas botrányok közepette tűnt el egy-két évvel később, aztán a kisgazdapárt, és hát egy hatalmas paletta alakult ki, mindazokból a politikusokból, vagy jelöltekből, akik korábban nem tudtak érvényesülni. Milyen politikusokat tud felidézni ebből az időből? Hát Grossz Károlyt, természetesen őt. Emlékszem a riportjára, amikor szegénynek be volt fogva a feje. Kádár halála után Grossz volt a miniszterelnök, ugye Tordján József már akkor is nagyra nyitotta a száját, ugye hát aztán jött a rendszerváltást, ugye az akkor divatos nevek. Ennek a szociáldemokrata hölgynek a nevére nem emlékszem, de hát aztán... Petrasovics Anna. Petrasovics Anna, köszönöm, igen, pontosan. Jellemző módon a szabad elvűekre emlékszem ebből az időszakból. Szűrös Mátyás volt az, aki kikiáltotta a Magyar Köztársaságot. Nagymamám, Isten nyugtassa, ő Nagy Antal József rajongó volt. Tehát kvázi az ő portréja volt kint, meg ő nagyon, nagyon örült a rendszerváltásnak, és Antal József volt utána minden. Az a mag, amelyik ma is meghatározza a Fideszt, azért jellemzően ott volt. Én Szarvason jártam gimnáziumba, és ott az egyik főiskolára Dojs Tamás jött el fiatalként beszélni, és előbb kerestem, hogy miket beszélt, és tehát ott voltam az összes ilyen politikai rendezvényen, és érdekes visszanézni, hogy miket gondoltam mai fejjel azokban az időkben. Azonos a 25 évvel ezelőtti magával, a gondolataival? Igen, 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 igen. Megvoltak az öreg mókusok, meg voltak az ilyen fiatal föltörekvő legények, mint mondjuk egy Orbán Viktor, egy Dajs Tamás, ugye Fodor Gábor. Még akkor se lehetett tudni, hogy ezekből az emberekből mi lesz. Ugye 25 évvel ezelőtt
Ők akkor kezdték a karriert. Hálózathoz csatlakoztam, tehát a szabad demokratáknak az elődjéhez. Tehát ez azt jelentett, hogy egy bogár hátúval ragasztattuk a plakátot éjjel, fent voltunk a Gellérthegy tetején a munkásőrségnél, énekeltük a himnuszt. Amire még emlékszem, hogy ugye nagyon sok helyen hallottam róla, ez a páneurópai piknik volt. A hornénk engedték át az NDK-sokat a határon. Nem tudom pontosan, hogy a drótkerítés átvágása az pontosan mikor volt, de én azt láttam, hogy nagyon sok NDK-s ismerős nagyon várta. Igen, amikor ugye az NDK-sok ugye tömegével menekültek át és törték át a határt, ugye. Még Horn Gyula, ugye ő volt az, aki erre hősködött, hogy ő volt, aki a határokat megnyitotta, és erre próbált ugye ő karriert fölépíteni, vagy hogy is mondjam. És aztán ugye ehhez kapcsolódóan aztán a berlini falnak a ledöntése. De hát azon nem voltam ott sajnos, pedig az biztos nagyon buris lehetett. 89, ez ugye ma a rendszerváltásként van feltüntetve, ma úgy írjuk meg ezt a történelmet, hogy itt egy pozitív dolog történt. Igen, egy elnyomó, idegen elnyomó rendszer ment a lecsóba, és jött helyett a demokrácia. Most már látszanak azért ennek a demokráciának a visszásságai. Hát, ma már másképp látom a dolgokat, mint akkor láttam. Nézze, ez ugyanolyan dolog, mint a házasság, hogy mindenki szemnek képzeli el. Az elején úgy is indul. Mindenki azt gondolta, és joggal gondolta, köztük én is, teljes egészében, hogy lehet ezt normálisan csinálni. Lehet ezt úgy csinálni, hogy tisztességesen, felelősséggel, és úgy is indul. Az volt az érzésem, hogy valami nagyon-nagyon jó világ indult itt el. Tehát tényleg, amikor nagyon szélesre tárul egy kapu, és a kapu mögött hatalmas lehetőségek nyílnak meg, és én teljes magabiztossággal átléphetek ezen a kapun.